Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Idén lesz 25 esztendeje, hogy Budapesten a Városligeti Királydombon bemutatták az István a Király című rockoperát. A mára már nemzeti rockoperaként számon tartott mű a 25 év alatt rendkívüli sikersorozatot tudhat maga mögött. Erről beszélgetünk ma a szerzőkkel, Szörényi Leventével és Bródi Jánossal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást ebben a nagy dolog időben, hiszen lázasan készülöttök a jubileumi előadásra, mely június 18-án a Budapest Sportarénában lesz. De hát ne fussunk elébe, ne vágjunk a dolgok elejébe. Kezdjük előről, 25 évvel ezelőtt mi is történt. Az István a Király az elmúlt 25 év legnagyobb zenei és színpadi sikere. Ezt azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, ezt senki kétségbe nem vonhatja. Hát mikor... te mondhatod, nekünk nem ölik mondani. Sőt, azért ne felejtsük el hozzátenni, mert csak zeneit emelték ki, szerintem. Zenei és színpadi. Szerintem és sokunk szerint Bródi János legkiemelkedőbb verse, verssorozata, tehát a szöveggyűjteménye, ami az István a Királyban elhangzik. Na, én szeretnék erről majd még beszélni, az értékelésről, de hát ha már most még ezt kiegészítetted, akkor annyit hozzáteszek, hogy ezt a művet 25 éve egyfolytában játsszák kőszínházban, szabadtéri színpadon. Sok százezren látták színházban és szabadtéri színpadon, és sok millióan, 10 millió is lehet, vagy még több a televízió nézők száma, akik élvezték ezt a művet. Na hát kezdjük előről 25 évvel ezelőtt. Hogyan és mikor született meg a mű gondolata? Számtalan helyen már elmondtuk, hogy ennek volt egy ilyen abszolút origója, tehát ez a 70-71 táján, így a visszaemlékezésem szerint, méghozzá az váltotta ki, hogy bemutatták a szupersztárt, a Jézus Krisztus szupersztárt a világban, és hát jöttek a hírek. Mi addig is ilyen tétova gondolatokat eregettünk, hogy a mi zenénk, tehát amit általában beat vagy rock zenének neveznek, az úgy alkalmas lehetne bizonyos dramaturgiai szituációk aláfestésére is, de csak ennyi, és amikor megjelent a szupersztár, és akkor bele is hallgattunk, én már nem emlékszem, hogy milyen körülmények között tudtuk meghallgatni, akkor bebizonyosodott, hogy jól gondoltuk ezt, csak hát, hogy mondjam, mi akkor még csak beatzenészek voltunk, nagy becsvágyjal, de azért összeültünk hárman, a Boldizsán, Miki, a Bródi Jancsi, meg jó magam, hogy akkor, ha egyáltalán csinálnak, akkor mit csinálnánk? Hát amit csináltatok, az korszakalkotó volt valóban, és nem azért mondom ezeket a szavakat, mert itt ültök, hanem ezt valamennyien osztjuk a magyar, nem csak a rockzene szeretői, hanem egyáltalán a magyar kultúra és művészet, és történelem iránt érdeklődő embereknek ez mind egybehangzó véleménye. Ez a mű, ez tulajdonképpen térben és időben hihetetlen mértékben kiterjedt, majd a térről beszélünk, most az időről egy gondolatot teszek hozzá, aztán elmondjátok, hogy szerintetek miért van ez így. Az én 4 éves unokám is ismeri már a művet, nem csak zeneileg élvezi, hanem rákérdez, hogy Koppány miért is veszekszik, így mondja, miért veszekszik Istvánnal. Szóval a 25 évvel ezelőtti sikerről fogok mindjárt beszélni, de azóta is az új generációk, a fiatalok is mind élvezik a zenéjét, és élvezik a mondani valóját, mert a magyar népzenébe gyökerező zenei dallamvilág az csodálatos, és a szöveg is csodálatos, mert igazságokat mond ki, bölcsességeket, még humorral is játszik, és nem csak ezt a szituációt, ami István és Koppány között van, hanem általános emberi bölcsességeket is hallunk, tehát az elejétől a végéig élvezni lehet ezt a művet. Ti hogyan látjátok? Hát én örülök, hogy így érzed, természetesen. Bár amikor írtuk a darabot, akkor még nem lehetett számítani ilyen hosszú pályafutásra természetesen. Emlékszem, a bemutató utáni, hát egyébként nagyon zajos és demonstratív siker közepette, azt találtam mondani, hogy ha majd 10 év múlva is játsszák a darabot, akkor elhiszem, hogy igazán jelentős művet alkottunk. Hát ezt azért túlhaladta az idő, ezt a kis feltételt. De tény az, hogy az a történelmi helyzet, ami a
a darab alapkonfliktusát képezi. Az valójában a darab írásának idején még egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Mondhatnám azt is, hogy Koppány történelmi figuráját mi emeltük ki a homályból, mert hát nem... És még mi is keveset tudtunk róla a mai állapothoz képest. Számomra nagyon izgalmasnak tűnt az a téma, amit el szoktam mondani, hogy az volt az érzésem, miközben ezzel a konfliktussal dolgozunk, és hát persze azért a darab sok minden másról is szól, de mégiscsak egy olyan alapvető összeütközés áll a középpontba, ami valamilyen formában a nemzeti önrendelkezés vágya és a európai integráció eszméje között feszül, és ahogy e körül forogtak a gondolataim, az volt az érdekes, hogy ez a magyar történelemben számtalanszor előfordult, nagyon hasonló módon, és hogy milyen izgalmas, hogy ez már az államalapítás idejében is így volt. Tehát, hogy mintha a magyarság tudata, történelme, sorsa az eleve két igazságra épült volna föl, amelyek folyamatosan az évszázadokon keresztül küzdenek és harcolnak egymással, és ha nagyon szembe kerülnek, az tragikus konfliktusokat eredményez. Most nem akarok túl aktualizálni, de hogy mennyire aktuális a darab például. Érdemes bele. Örülök, ezt te is így látod, érdemes ebbe belegondolni, bár most egy kicsit megcsavarom a gondolatot, hogy a nemzeti önrendelkezést mondta Tini az előbb. Hát ez akkor úgy zajlott le, hogy ugye a történészek is elismerik, hogy a Géza és István hatalomra kerülése, illetve a kereszténység felvétele német segítséggel, német fegyveresek segítségével zajlott. Tehát ez nem kérdés, ez a darabunkban is így van. És hogy miben az aktuális? Hát ugye, hát Koppány azt mondta, hogy ez nem kell. Hát pontosan a darabban ezt a Laborc mondja, de gyakorlatilag a Koppány oldal azt mondja, hogy nem kell. Mi megoldjuk a magunk dolgait, a kereszténység felvétele nem volt kérdés, hiszen a Géza fejedelmet is például István néven keresztelték meg például. Csak ők észrevették elég gyorsan ezt a hatalmi törekvést, ami a németek részéről és az egyház részéről akkor megnyilvánult, és gyakorlatilag azóta is. Na most nézzük meg, hogy mi történik ma. Ma a németek nem támadják meg már Magyarországot, ma a szemetüket rakják le magyar segítséggel. Az országban, tehát azért mondom, hogy figyeljük meg a párhuzamot, most nem kell fegyverrel harcolni a németek ellen mostan. De pont ezért aktuális Istvánnak az a kijelentése, amely számomra az egyik legfontosabb mondani valója a műnek, amikor megkoronázása után azt mondja, hogy veled, uram, de nélküled. Azt mondta akkor, mert az is tegyük hozzá a történelmet, ha már így pontszolgatjuk a múltban, hogy a pápától kért koronát, és a császár segítségét fogadta el, tehát nem akart hűvéres lenni egyik oldalon sem. Tehát már akkor így balanszírozott. De azt mondta, hogy igen, elfogadom a kereszténységet, az európai közösséget, de magyarként. És ma ugyanez a lecke. Hát igen. Hát kétségkívül István nyilvánvalóan korának zseniális politikusa volt, hogyha szabad ezt így visszavetíteni a múltba. Mai ésszel is. Már hát ez egy kicsit profán kifejezés. Igen. De jelzi azt, hogy a róla fennmaradt legendák is nagyon ellentmondásosak. Ugye a kis legenda és a nagy legenda két teljesen különféle történelmi karaktert ábrázol. És csak sejthetjük, hát erre persze különösebb bizonyítékunk nincs, de hogy különösebben népszerű nem lehetett ő a saját korában. Sőt, annyira, hogy sokáig, évszázadokig nem lelünk rá arra, hogy a népi emlékezet olyan gyorsan befogadta volna. Ez majd később jelenik. Hát csak Szent László korán. Szent László viszont már igen, érdekes. Hát igen, igen, mert annélkül, hogy bele mennénk a részletekbe, gyakorlatilag, hát nem hiszem, hogy túl durva kifejezést használok,
hogy Szent László rakja helyre a dolgokat. Igen, az... Na, hát... De most beszéljünk a műről, hiszen szeretném, ha gyorsan áttekintenénk a műnek a 25 éves életét. Egy mondatot még azért hozzáteszek az értékeléshez, hogy szerintem, és sokan így vagyunk ezzel, a rendszerváltozás 1983. augusztus 20-án indult el a Királydomban. Hát mit éreztettél ti ott akkor a bemutatón, hiszen döbbenet volt, ahogy a közönségre hatott, és utána az egész országra. Ti mit éreztetek az előadás alatt, meg után? Sokszor hallottuk ezt a véleményt, de hadd mondjam azt, hogy azért viselkedjünk mértéktartón ezzel kapcsolatban. Én nem arra gondoltam, hogy ez egyenes következett, hanem az emberek szeme kinyílott, hogy igen, lehet magyarként gondolkozni, lehet a szabadságról beszélni. Ez kinyitotta szerintem a palackot. Aztán ez 88-89-ben érett meg. Igen, hihetetlen. Milyen élmény volt? Nem számíthattunk rá, de már a próbák alatt kiderült, ahogy egyre többen jöttek a Városligeti helyszínre, amit eredetileg egyébként Szánkózódomnak hívtak, csak én neveztem el Királydomnak. Így van, és a térképen azóta már így van. Aztán pár hónapban meg lehet nézni, be van írva, hogy Királydom. Kertészeti vállalat értesítette a produkciót, hogy a nagy sikerre való tekintettel új nevet adott a helyszínnek. És hát számunkra is a leginkább megdöbentő az volt, hogy az emberek szinte alig akartak hazamenni a helyszínről. De ami nekem nagyon jól esett, hogy akik elmentek, azok mind valahogy békével a szívükbe és barátsággal is derült lélekkel mentek, annak ellenére, hogy egy nagyon súlyos konfliktusokat hordozó darabot láttak. És mégis valahogy az volt a hangulata végén, hogy mindezek után is nekünk össze kell tartani, és nem szabad engedni. Én így gondolom, persze. Mint hogyha a tanulsága ez lenne a darabnak. Ez az emelkedett hangulatot én ott éreztem kicsúcsosodni, és ez hatott a nézőkre is később, mindenkire, aki a filmet látta például, hogy a himnusz hangjaival zárult, a himnusza zárult, és a magyar nemzeti színek, a piros-fehér-zöld, hogy végigfut a Királydom mögött, hát az volt, ami felejthetetlen, hátborzongató érzés volt akkor, 83-ban a puha diktatúra kellős közepén. Levente? Én nem tudom, azért mosogok, mert nem tudom, hogy egyáltalán belekezdjek-e. Én nem akarok ünneprontó lenni, de... Akkor ne is legyél az, menjünk tovább az István király művével. Sok mindenre nem számíthatunk ezzel a darabbal kapcsolatban. Mert tudom, hogy mert azt akarod mondani, ugye, hogy nem ezt gondoltátok a mi megalkotásakkor, de ez lett belőle. Nem erre gondoltam. Arra gondoltam tulajdonképpen, hogy ez nem egy önmagától való esemény, ként úgy, mint egy üstökös lezuhant itt a Városliget közepén, és nem tudom, szóval azért mondtam, hogy nem akarok ünneprontó lenni, mert bár ugyan engem ismernek, tehát nem kéne szabadkoznom, de hát mégse szeretném, hogyha félreértenék, amit mondok. Azt, hogy az István a király közönség elé kerülhetett, mindegy, hogy milyen helyszínen, az már az úgynevezett reformkommunistáknak élén Maróti Lászlóval volt fontos. Tehát amikor te úgy érezted, hogy szabad levegőt szívtál be az István a király kapcsán a Városligetben, azt az ablakot, vagy óriási ajtót, kaput, ezt a Maróti Lászlóik nyitották ki. Megadták a lehetőséget. Igen, de ezért nem kell hálásnak lenni nekik. Tehát ne félreértés nehézség, csak tudni kell. Ráéreztek, hogy itt valami ablakot már ki kell nyitni. Így van. Na, beszéljünk a további útjáról. Ugye, hát Szevijától, Dunaszerdahelyig, Pulától, Csíksomlyóig, a többi helyszínt majd ti elmondjátok, bejárta a fél világot és a Kárpát-medencét. Talán a Szegeden, ugye 84-ben már Szegeden voltak előadások, talán legizgalmasabb ebben a sorrendben a szevijai előadás. Hogy kerültetek a világkiállításra István a királlyal, és milyen volt a fogadtatás? Hát ott egy elég különleges előadás volt, mert azért tegyük hozzá, hogy a szevijai előadás nézői
közül szinte senki nem értett magyarul. Hát a pavilonnak a dolgozói, a Makovesz pavilonnak a munkatársai, meg a követség, mint tudom, talán 2 tucat ember. Úgyhogy ott egy igazi nemzetközi közönség volt. 5000 ember volt a San Francisco téren. Igen. És ilyen körülmények között is hatott, ez azért azt bizonyítja, hogy az előadás zenéje, hangulata, produkciója, és hát én mondhatom, már a Levente nem igazán büszke rá, de hogy az a fantasztikus zenei szövet, amit Levente előállított ebben a darabban, ahol a... Nem vagy büszke rá, büszkének kell lenned. Miért nem vagyok büszke? Hát néha azt mondtad, hogy nem. Majd ezt elmondom én, hogyha érdekes, de még Sevillához akarok majd hozzáfűzni. Jó, szóval, de az, hogy a magyar népdalok ölelkeznek a legősibb formákkal is, közben rockzenei változat, és közben megjelennek egyházi zenék. Szóval egészen fantasztikus zenei minőség, ami azt gondolom, hogy minden közönségben. De éppen ehhez kapcsolódva, tehát persze, ha jó zene, ha jó a zene, azt nem kell magyarázni különösebben. De azért az már minket is meglepett, amikor kimentünk meghajolni, és ott kialakult a tömegben egy szavaló kórus, csak nem értettük pontosan, hogy mit szaval. Hát nem magyarul nyilvánvalóan, spanyolul. És akkor lejöttünk a színpadról, akkor a tolmács kisasszonyt faggattuk, hogy mit skandálnak. Azt mondja, hát azt skandálják, hogy viva muerto, tehát hogy éljen a halott. Vagyis a kompány. Tehát túl a zenén megértették a darabot. A történetet. Ugorjunk egy nagyot időben, Pula. Az sem volt felejthetetlen, az is felejthetetlen élmény volt, hogy a 2000 éves római amfiteátrumba a magyar, 1000 éves Igen. magyar történet játszódott le. Egy fantasztikus helyszín volt. Nem is tudom, kinek jutott eszébe, hogy ott előadás lehet tartani. Amíg a Szadján, hogy kinek jutott eszébe, de ki az, aki azt ütötte, verte, hogy az ott meg is valósuljon. Nem akarunk újjal mutogatni magunk között, de hát ez ötlet, az kevés lett volna. Szép volt, igen. Neked köszönhető, és hálásak vagyunk a mai napig. Ezért nem ezért hoztam fel, ezért az élmény. Ugye ott volt a köztársasági elnök, és nagyon magasrangú politikus, az egész diplomáciai kar. Hát te közel voltál ehhez a dologhoz akkor. Hát igen. És ott is ugye megértették, persze ott volt egy narrátoruk, aki közben a horvát nyelven mondta, hogy pontosan mi történik, de ott is lebilincselte a közönséget. És mindeközben, hogy ezeket a nagy bemutatókat felemlegetjük, ne felejtsük el, hogy azért ez a darab a Nemzeti Színházba, illetve később a Pesti Magyar Színházba folyamatosan színpadon volt. Iglódik. És azt kell mondanom, Kerényi rendezésében, aztán később Iglódi rendezésében. És ezek a kőszínházi bemutatók azért azt bizonyítják, hogy ez nem csak egy aféle szabadtéri nagy látványosság, hanem ez egy színházban is élő darab létező. De még meg kell említeni még egy szabadtérit. Egy héttel Pula után, 2003. július 5-én, ha jól emlékszem, 5-én, Csíksomlyon előadásra, és ez hát hihet. Az igen, szóval az más okok miatt, de az teljesen összehasonlítható a Városligeti hangulattal és előadással, az legalább olyan hihetetlen hőfokú volt, ha még nem nagyobb, de ez a hely adta, illetve az a helyzet, ami és ott a Somlyó tövében. A székhelyek, a csángók. Azt mondom, az a helyzet, hogy ott közel 500 000 ember árasztott el a hegyoldalt, és de amikor 100 000-eket mondtam szabadtérinek, akkor tévedtem, mert millióra is fölmegy a Népstadion, meg más előadás, de ez nem lehet. Attól függ, milyen rendszer szerint számolunk. Lassan elérünk a mába akkor. Tehát Csíksomlyon tényleg csodálatos volt, és én nekem a szívem szakad meg, hogy nem tudtam elmenni Csíksomlyóra, mert ugye helyhez voltam kötve Zágrában. Na egyébként, ha ott lettél volna, így van, valóságban is, én például ugye nem olyan messze a színpadtól, a keverőasztal mögött ültünk, és komolyan mondom, a hangszórókból egyébként ömlő zenét alig hallottam, mert a mögöttem lévő tömeg
a veszőt is elénekelte a darabból. Hihetetlen, az több százezer ember énekelte, de ja, komolyan mondom, az jobban szólt, mint ami a hangszóróból jött. Hihetetlen volt. Na, elérkezünk a mába, a hát társulat. Lesz, ez egy fantasztikus ötlet volt azért, azt is említsük meg, hogy ez már egy évvel ezelőtt indult. Hihetetlen tehetségek tűntek fel, és egy hihetetlen kollektíva állt össze ezzel a társulattal. Kinek volt ez az ötlete, és hogy indultatok el egy évvel ezelőtt? Hát ez Rosta Mária ötlete volt, és szerencsésen megtalálta a megoldást arra a helyzetre, hogy ez a darab már 25 éve működik. És az első bemutató és az első bemutató szereplői mindenki számára rendkívül jelentős és meghatározó figurái voltak a mindenkori előadásoknak, és a közönség jelentős része úgy érezte, hogy ehhez a szereposztáshoz ragaszkodik. De 25 év után, miután a szereplők fölött azért múlik az idő, miközben a darab az időtállónak bizonyul, az az elképzelés, hogy új szereplők kerüljenek a színpadra az István király szerepeiben, rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, és erre látszott a legjobb megoldásnak az, hogy ezeket a szereplőket egy nyilvános televíziós sorozattal, egy társulat című, amolyan tévés beavató műsorral válogassák ki, ahol a közönség is véleményt mondhat, de közben láthatja azt is, hogy milyen hosszú az út, amíg egy-egy szereplő, egy színész eljut. Tudunk csak kiemelni a kitűnőek közül, ugye a főszereplők közül is csak néhányat, Simon Boglárka a Gizella szerepébe például, egy új felfedezés. Ő egy csodálatos teljesítmény nyújtott, és remélhetően fog nyújtani. Hihetetlen tehetség. Tehát az, hogy mi lesz belőle, azt nem tudom. Részben rajtunk is múlik természetesen, de az, legalábbis számomra ő a nagy felfedezés. A Feke Palit mi már régről ismertük, de az emberek nem nagyon tudják. A közönség nem ismert. Hát a közönség egyáltalán nem, de az emberek nem tudják, amikor az Attila Isten kardja felújítását, tehát 99-ben az átírt darabot fölvettük, akkor Feke Pali volt. Már akkor? Hát nem Csaba. Ő volt a Csaba. Ja, igen. Feke Pali azért volt. Tínédzser volt. Tínédzser, azért mondom, gyerek, hát még most is éppen, hogy csak felnőtt. Úgyhogy Pali megérett a szerepre, és azt gondolom, hogy ezzel a szereppel ő egy nagyon jelentős alakítást fog véghez vinni, és emlékezetes lesz. Nem tudom, mennyi időnk van még, de azért gyorsan elmondanám, hogy ez fontos elmondani, hogy itt egy rendkívül érdekes helyzet van. Itt a Városligette, akaratunkon kívül is a Városligeti élménnyel, etalon élménnyel küzdünk a közönségnél. Ugyanis senki nem volt a kétségből, hogy játszhatjuk, hogy amatőr társulatok százai kérnek engedélyt minden évben, hogy játszhassák, és ez hidegen hagyja a közönséget. De itt azért érzékelhető ez a dolog, mert a közönség az első körben ugye úgy érzi, hogy el akarják venni tőle azt az élményt. Nem akarjuk elvenni tőlük azt az élményt, tessék felrakni DVD-n, CD-n és a többi, de be kell látni azt, hogy egy generációváltás történt. Igen, a generációváltás történt, és egy kitűnő csapat állt össze. Ugye? Igaz ez belülről nézve, és ami kívülről látszik, hogy ez összekovácsolt ez a 24 ember, és együtt vannak, és együtt tudnak igen nagy dolgokat teljesíteni majd, ugye? Én megkockáztatom azt a kijelentést, hogy nem egyéni teljesítményeket mérlegelve, de összességében ilyen jó szereposztás, ilyen tökéletes társulat, kiegyensúlyozott társulat még nem volt az István király előtt. Hát akkor nagyon nagy izgalommal várjuk a június 18-ai előadást. Kedves Levente, kedves Tini, köszönöm szépen, hogy bejöttetek. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és várom önöket jövő héten és ugyanebben az időben.